Pedagógus a változás embere. Hiszen fejlődés, új tudás nincs változás nélkül. De változni csak azt tud, aki szüntelenül túllép önmagán, elhagyva a maga komfortos világát. A pedagógus napon Apáczai Csere János gondolatával köszöntötte az ünneplőket Szabó Péter Paks polgármestere, aki kiemelte, a pedagógus a változás embere, hiszen fejlődés, új tudás nincs változás nélkül. Az elmúlt évben a pandémia miatt bevezetett digitális oktatással is új utat kellett bejárniuk. A köszöntött követően átadták a gyermekeinkért díjat. Az idei kitüntetett Vasné Fritz Margit, aki 40 éve óvonő Paks. 40 évig, igen, nagyon nagy szeretettel fordultam mindig a gyerekek felé, mindig a legfontosabb kulcs az életemben a gyermek szeretet, és az elfogadás volt. Ez jellemezte pályámat. A tavalyi év díjazottjainak Erdei Juditnak és Péterné Lengyel Juditnak is itt adták át a kitüntetést, valamint a 2020-as esztendőben odaítélt Paks sportjáért elismerést Por József is itt vehette át. Az est folyamán a nyugdíjba vonulók pedagógus szolgálati emlékérmet kaptak, illetve a jubilálók közül vasdiplomát vehetett át Fejil Józsefné.